én egy Microsoftos, Windowsos gépen prezentálok, ami roppant kellemetlen. De üdvözlök én is mindenkit, majd megmagyarázom, hogy miért van ez így. A Novell-nek a Huldo programjáról lesz szó, és igazából a prezi felét ki kellett kapnom, mert az előttem lévők nagyjából mindent elmondtak, Gábor is, meg Luca Vilmos úr is, ami igazából ahhoz köthető, hogy miért van szükség ezekre a programokra. Azért rólam két szót értsük annyi, hogy én is itt tanultam a műegyetemen, és jelenleg a Novell-nél a Huldo programnak én vagyok a koordinátora. Nagyon röviden arról, hogy mégis, amit még nem mondtak el, vagy egy teljesen esetleg más nézőpontból, mi ez a Huldo program, és mi is neki a célja. És itt tényleg vicces, hogy hiányzik a fele. Röviden ugye arról van szó, hogy arányt úgy gondoljuk mi is, vagy úgy látjuk, hogy aránytalanul sok pénz megy el mind a közigazgatásból, mind pedig a gazdasági szereplőknél arra, hogy teljesen fölöslegesen fizetős szoftvereket alkalmazzanak, gondolva itt mind a szerver oldalra, mind pedig a desktop oldalra. Mi főleg a desktop oldalt gondoljuk, egyébként a Lucavimos úrra párhuzamosan problémásnak. Mi úgy neveztük ezt, hogy a user lock-in, a vendor lock-in mintájára, ahol is ugye, hogyha a user nem a My Computer Network Places, My Documents, Recycle Bin kombókat és nevezetnek az ikonjait látja, akkor teljesen bejed és berezel. Én is ilyen vagyok, tehát ezt ezért tudom mondani saját példámból. Én haladok, mert már van egy SUSE Linux Enterprise desktop a gépemen, fölraktam 2 hónapja, és én meg fogom dönteni ezt a dolgot, és elhitettem magammal, hogy meg tudom csinálni. Ahol úgy gondoljuk, hogy van lehetőség arra, hogy megváltoztassuk a hozzám hasonló figurákat, az abszolút mértékben az oktatási rendszer. Ugye ennek is két fontos szerepe van, szelete van. Az egyik a közoktatás, ahol ugye mindenki elérhető. Ez nagyon fontos, mert ugye viszonylag kevés olyan rétege, vagy kevés olyan terület van, ahogyan elérhetjük nagyjából az összes user-t Magyarországon, aki valaha is használni fog, valamint a közoktatás az pont ilyen, tehát az általános iskolák, a gimnáziumok és a szakközépiskolák. És a felsőoktatás ez pedig szintén nagyon fontos, mert ugye ott képezzük a majdani döntéshozókat elvileg, gondolva itt mint az állami igazgatásra, mint pedig a műszaki területekre. Mire van szükség, és egyáltalán mire ad majd választ egyébként ez a program és a Szent Iványi Gáborék programja is. Szükség van mindenképpen egy alternatívára a Microsoftos, én ki is mondom, Microsoftos környezetekkel szemben, ami nagyon fontos, és mindig gondoljuk nyilván, hogy az open source lehet egy ilyen alternatíva, egy ilyen irány. Nagyon fontos, hogy ez viszont támogatott legyen, és elérhető legyen hozzá valamilyen szintű support, akár a usereknek, akár csak mondjuk rendszergazdai szinten, hiszen azért a közoktatás meg a felsőoktatás egy olyan dolog, ami mondjuk kritikus egy ország életében, tehát az nem lehetséges, hogyha valami tönkre megy, akkor mondjuk nem tudunk kihez szólni, vagy egy közösséghez esik be egy ticket, és a közösség azt mondja, hogy jó, majd egyszer megválaszolom, vagy talán soha nem válaszolja meg. Tehát igenis itt szükség van olyan szintű vállalásokra, amiket mondjuk csak támogatottan érhetőek el. Felhasználói oldalon szerintem mindenképpen fontos az, hogy támogatva legyenek ezek a dolgok, de felhasználói oldalon azért sokkal inkább elmehetünk az open irányba. Míg szerver oldalon van szerintünk inkább az a rész, aminek ahol talán több létjogosultsága van még mindig az árt szoftvereknek. Itt is, ahol lehet, ott mindenképpen fontos a nyílt komponenseket támogatni, de azért van néhány olyan terület, ahol szerintünk még, és ezt nem tudom, mennyire leszek itt megkövezve lent ezen a konferencián, de még nem áll készen rá a nyílt világ, hogy mondjuk ilyen megoldásokat nyújtson. Hogyha mégis, akkor mondjátok el nekünk, és mi nagyon örülünk, hogy ezt megtudtuk, de mi nem találtuk meg őket. Akkor egy picit a programról, mi is van benne, és itt duplán idegesítő, hogyha bárki használt már a prezentést, most el tudja nekem mondani, hogy miért van ez így, hogy levágja a jobb oldalát, akkor azt nagyon megköszönném. Alapvetően ezeket a funkciókat biztosítjuk, az első kettő az ugye az, amit mi adunk, ez nagyjából egy licenc csomagot képzeljetek el a Novell-nek a termékeiből. Azt a operációs rendszernek ugye a SUSE Linux Enterprise desktopot adjuk, és egyébként ilyen vicces open source logók lettek volna mellett, amiben láthattátok volna, hogy mik azok, amik teljesen open source-ak, és ennél még viccesebb félbevágott open source logók mutatják, hogy mik azok, amik részben open source vagy open source technológiára támaszkodnak. Tehát felhasználói szinten adunk nekik asztali operációs rendszert, ugye a SUSE-t, illetve a Novell-nek egy speciálisan támogatott LibreOffice csomagját. Én ezt használom, és ebben van PDF export.
by nature, vagy natív módon, úgyhogy... úgyhogy hova? Oda. Igen? Nem. Tehát az a képernyő felgondolását magasabban kínálni. Nem. Ha, nagyon jók vagytok. Komolyan. Így sokkal szebb, nem? Nekem sokkal jobban tetszik. Nem, azért fájt van a szívem, mert tök sokat dolgoztam rajta, hogy szép legyen. Jó, megyek tovább. Köszönöm még egyszer mind a kettőtöknek. Ugye a szerver oldalon, és itt jönnek azok a területek, ahol azért azt látjuk, hogy mi még jobban bízunk a nyílt forráskódtek, vagy az zárt forráskódú technológiákban. De itt is nagyon sok az, ami teljesen nyílt. Ugye alkalmazás szerver oldalon itt van a SUSE-nyúk Enterprise szerver, amit mi tudunk nyújtani. A FilePrint, illetve az egyéb ilyen alapvető DNS, DHCP szolgáltatásokat az Open Enterprise szerverrel valósítjuk meg, ami szintén teljesen nyílt alapokon épül. Levelezés, csoportmunka, GroupWise megoldásunk, a végpont felügyelet. Ugye itt már látjátok, hogy sokkal inkább olyan területekre megyünk el, amik ilyen nagy vállalatiak. Tehát mondjuk egy középiskola vagy egy általános iskola életében nem meghatározóak, mert ott egy rendszergazda el tudja látni magába ezeket a feladatokat, de mondjuk egy 10-15 ezer fős egyetemen, mondjuk egy nagy Magyarország egyetemen, az már igenis egy nagy vállalati környezetnek számít, ahol igenis szükség van ilyen megoldásokra, és ráadásul ezeknek a stabil nyújtására gondolok itt, hogy végpont felügyelet, de mondjuk olyan, mint jogosultságkezelés, ami mondjuk tényleg csak 10-15 ezer user környékén kezd el egyáltalán érdekes témává válni. Mit is nyújtunk még ebben a programban a licenszeken, illetve a licenszeken kívül? Nyújtunk projekttámogatást, lehet igényelni nálunk rendszermérnöki napokat, amikor azt mondjuk, hogy indítunk projekteket akárhol az országban, leküldjük oda a Novell rendszermérnökeit, és megvalósítunk együtt az iskolával, egyiket a minisztérium jóváhagyásával, de megvalósítunk projekteket. Majd mutatok néhány ilyen projektet, hogy minden valósult meg az elmúlt években. Amit kiemeltem, ugye, hogy nagyon fontos támogatást, nyújtunk online és telefonos helpdesket is, tehát nem engedjük el a felhasználók kezét semmilyen szempontból. Mostanában kezdjük el csinálni az oktató videóinkat, amit szintén nagyon fontosnak tartunk, szintén az olyan egyedi userek miatt, mint én, akik legrosszabb fajta vagyok, tehát még a dokumentációt se olvasom el, ha megkapok valamit, hanem a számba kell rágni a dolgokat. Én imádom a videókat, azokat tudom nézni, és ezeket megértem. Úgyhogy ezeket kezdtük el mi is csinálni. Most jelenleg a LibreOffice-nál tartunk, már nagyjából az összes elemére elkészült egy ilyen oktató videó csomag, de aztán szeretnénk majd tovább menni egyébként a Linux felületek irányába is, amikből ezek már megvannak az egyébként az oktatási anyagok. Tehát itt komplett olyan az ECDL vizsgához segítséget nyújtó, de amúgy is használható oktatási anyagaink vannak a KDE-hez, a GNOME-hoz, és itt még az OpenOffice-hoz nem írtuk át benne a nevet programcsomagokhoz, amiket tudnak használni a tanárok, tehát órára lebontva, hogy mit tudom én, hétfőn most erről kell beszélni, le van írva szépen sorban, ebből kell majd levizsgáztatni őket, tehát ilyesmi szinten lebontva. Nagyon fontosnak tartjuk a közösségi támogatást, tehát az összes egyetem, főiskola, középiskola, általános iskola, aki tagja a programunknak, ők fönn vannak egy nagy levelező listán, van egy Facebook csoportjuk, Twitterük, kapnak RSS feedet a történésekről, illetve a honlapon, hogyha még nem vagytok fönn, vagy nem vagytok a Facebookon tagja, akkor gyertek, mert nem csak azért érdekes, vagy nem csak azoknak érdekes, akik az oktatásban tevékenykednek, hanem egyébként is nagyon érdekes híreket teszünk közzé, hogy a világban milyen az oktatásban, vagy egyébként a világban milyen nagy open source projektek valósultak meg, tehát a nyílt közösség milyen újabb bástyákat épített ki a világban. Egy picit az eredményekről, hogy mi mindent értünk el ugye az elmúlt három évben. Három éve van ez a program egyébként. Több mint 200 000 regisztrált felhasználónk van, ez egyébként ilyen 4000-nél több szervert jelent, tehát ennyi szerver van, amin ezek az alkalmazások futnak. Tartottunk 30 különböző oktatást, per tréninget, ezeken több mint 400 résztvevőt képeztünk ki. Itt főleg rendszergazdákra gondoljatok egyébként, és néhány tanárt is arra, hogy hogyan alkalmazza ezeket a megoldásokat. Ugye, mint mondtam, készült rengeteg oktatási anyag, ez most jelenleg 1500 oldalnál tart, de ez folyamatosan bővül, és csináltunk ez a kakuktás az egyes szám egy érettségi Linuxot is, ami szintén a Szent Iványi Gábor kollégához hasonlóan a miénk is akkreditálva van, tehát SUSE Linuxból is létezik egy ilyen, amin el lehet végezni az érettségit. Néhány nagyobb projektünk, ahol megvalósítottunk dolgokat, azt látjátok, hogy alapvetően nagyobb intézményeket raktam ki ide.
és ez egyébként jellemző is a projektjénkre, hogy inkább nagyobb intézményeknél valósulnak meg. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek középiskolában vagy általános iskolában sok, de nyilván ezeket jobban szeretjük kirakni, mert tök jól néznek ki az ilyen prezentációknál. Azért egyet még mondok, ami nagyon jó, a műegyetemen az elektronikus eszközök tanszékén ott egy ilyen klasszikus, ilyen dualbootos Linux labort csináltunk meg, de szintén ilyesmi van például a Deák téri evangélikus gimnázium, ez valami nagyon nem állt számra. Náluk is ilyen Linux laborokat csináltunk, illetve még több helyen az országban. Jó, és akkor hogy egyetem mit... Nektek, mint diákoknak, peroktatóknak, tanároknak és intézményeknek milyen lehetőséget kínál ez a program. Diákoknak csak most itt ezen a konferencián dönt hozzám már 4 ember, hogy ők szeretnének nálunk szakmai gyakorlatot csinálni, vagy szeretne ebbe becsatlakozni, ami nagyon jó, mert kínálunk ilyen lehetőséget is, de akár diplomamunkához is tudunk mind a tanároknak, mind pedig a diákoknak felületet biztosítani, és konzulensekként is be tudunk szállni egyébként még egy diplomamunkai írásba, hogyha erről van szó. Az oktatókat azért szeretjük, hogyha jelentkeznek, mert segítenek nekünk a jegyzetkészítésben, elmondják, hogy ők mire vágynának. Ugye mi nem oktatunk, nem tudjuk, hogy pontosan mi lenne az, ami... Most már persze egyre okosabbak vagyunk, de mondjuk a legelején nem tudtuk, és még most érzünk magunkat teljesen profinak abban, hogy mire lenne igazából szüksége a tanároknak mondjuk egy egyetemi szinten, hogy oktassanak. Tehát itt mindig minden új tanácsra szükségünk van. Az intézményeknél ugye abszolút a licenszigénylés, tehát jelentkezzenek, regisztráljanak be, és kaphatnak tőlünk licenszeket. Egyébként pont a legkeresettebbek az a SUSE Linux szerver és az ehhez kapcsolódó desktop, gyakorlatilag minden nap érkeznek igénylések, hogy ezt a támogatott Linux disztribúciót letölthessék, és megkapják hozzá a különböző kódokat. Amit említettem már, a projektek is indítunk, tehát itt is várjuk a jelentkezéseket, és természetesen valakinek tanfolyamra van szüksége, tehát azt mondja, hogy lennék néhány rendszergazdám vagy tanárom, akiket szeretném, hogyha megtanítanátok, hogy hogyan tanítsák ezt az egész dolgot, akkor arra is nagyon szívesen rendelkezésre állunk, és megyünk bárhova ezt megvalósítani. Dramatikus 180 fokos fordulat után visszatértünk ide, és így nagyon röviden még akkor elmondanám azt, hogy mi miért látjuk azt, hogy miért jó ez a Huldu program. Tehát mi ez a 3 pont, ami szerintünk a legfontosabb az egészben. Ugye 2 nagyon fontos, hogy támogatott nyílt forráskodó megoldásokat kínálunk, tehát lehet őket alkalmazni olyan környezetben is, ami igenis mission critical, tehát mondjuk nem megengedhető az, hogy ne legyen kihez fordulni. És a zárt licenszeink, amiket adunk, az a páros, azok pedig örökös tulajdonjogúak szemben mondjuk az említett ablakos gyártóval, aki ugye előfizetéseket kínál alapvetően. Tehát hogyha megszűnjük, akkor az iskola úgy maradt, ahogy tehát gyakorlatilag semmi nélkül maradt, tehát le kell törölni ezeket a programokat. Nagyon fontos, hogy bennük is megvan ez a dualitás, tehát a kisebb intézményeknek tudunk egyszerű megoldásokat kínálni, de a nagyobb intézményeknek pedig olyan nagyvállalati megoldásokat tudunk kínálni, vagy nagyvállalati szerű megoldásokat tudunk kínálni, ami kielégítik az ő igényeiket is. És ismét a támogatás, ugye, amit mondtam, tehát nem csak a helpdeskben, hanem a bevezetésben is tudunk segíteni, hogyha erre szükség van. Én itt akartam, ezért is mondtam, hogy bőven hagyok időt a válaszokra, úgyhogy én meg is köszönöm a figyelmet, és hogyha bármilyen kérdés van a Huldu programmal kapcsolatban, akkor most is nyilván megpróbálunk válaszolni, de állunk rendelkezésre e-mailben és telefonon is.